A napokban megnyitották az idei szezont Mohorán a Tolnai Klári emlékházban. Az egyszerű parasztház, amelyben a legendás színésznő gyerekeskedett, ma már a színházi világ egyik fontos találkozási pontja. Évről évre különleges kiállítások, díjátadók, évfordulók ünneplésének helye, amelyekre sokszor a legnagyobb színművészek érkeznek. Különleges látványnak lehettek tanúi a napokban a mohoraiak. A kisnógrádi faluban egymás után érkeztek régi amerikai autócsodákon a színművésznők a Tolnai Klári emlékház elé. Az emlékház a 24. évadát kezdi meg, melyet, mint az elmúlt években, most is Pásztor Erzsi nyitott meg. Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, és aki hallja, adja át, hogy tudjanak róla, hogy itt csupa szépséget, jóságot és kedvességet kapnak, és nagyon helyes művésznőket néha napján. Örömmel nyitom meg, szeretettel várunk mindenkit. Idén többek között Bajza Viktóriának, Détár Enikőnek és Horváth Csengének mutatta az utat a Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, aki már-már hazajár Mohorára, Balla Istvánhoz, aki az emlékházat vezeti. Amikor engem először meghívtak ide, Balog Erika hozott el, bemutatott Istvánnak, a családnak, hogy meséljek Klárikáról, mert sokat játszottunk együtt. És az volt az első ilyen, hát egészen oda voltam, káprázatos volt, de most meg kell mondjam, hogy ahhoz képest, ami akkor volt sok-sok évvel ezelőtt, most pazar igazán, mert ez minden évben megújul, és minden évben valami csoda vár ránk. Arról nem beszélve el szoktam mondani alkalomattán, ha riportot készítenek velem, hogy mindig kell beszélnem Mohoráról, mert ez az egyetlen olyan hely, ami ugyan Klárikának az otthonát jelképezi, és az ő kiállítása van örökké megújulva itt, de ez az egyetlen olyan hely az országban, ahol a színészek is lehetőséget kapnak, mert ugyanis minket úgy leírnak mostanában, hogy szeretnek nem tudomást venni rólunk, és most nem csak a színészekről beszélek, a művészekről általában. Itt mindig van valamilyen művésznek kiállítása. Tolnai Klári állandó kiállítása mellett most Vencel Vera is helyet kapott a szobákban. A Jászai Mari díjas színésznő 2021-ben hunyt el, pár évvel ezelőtt még ő is itt volt személyesen. Most a látogatók közül többek között Détár Enikő is először lépett be az emlékházba. Annyira gyorsan változik a világ, gyakorlatilag 15 perc hírnév sincs már, mert kliptechnika van, és információ özön árad felénk nap, mint nap. És szerintem még az én korosztályomból sem tudja már mindenki azt, hogy ki volt Tolnai Klárika. És nagyon szomorú, hogy mesélik a Színművészi Egyetemen tanító kollégák is, vagy a különböző tanodákban is, hogy nem ismerik azokat a színészeket, a 20. századi színészeket sem már. És azért, hogy ez a ház, ez itt őrzi nyilván akár néhány nagy embernek az emlékét, ez csodálatos. A kivétel erősíti a szabályt, hiszen a megnyitóra érkezett divák egyik fiatal tagja fontosnak tartja a nagyok útmutatását. Talán egy hónapja jártam itt először, egy fotózás alkalmából, és az a megtiszteltetés ért, hogy viselhettem az ő jelmezeit. Úgyhogy ez egy nagyon különleges alkalom volt, és akkor végig is néztem a kiállítást. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy mi megismerjük a nagyokat, a mi fiatal generációnk, és tanuljunk tőlük, és átmentsük ezeket az értékeket. Úgyhogy nagyon, nagyon élveztem itt lenni, és egészen különleges hangulata van az egész helynek, ahogy ezek a tárgyak és jelmezek őriznek egy szellemiséget. Az emlékház tehát nyitva áll, hamarosan egy újabb színész legenda, Béres Ilona életmű kiállítása látható.